Cegléden is elkezdődött tegnap este az ökumenikus ima hét. Az idei év anyagát a közel-keleti egyházak tanácsa állította össze. Az ott megélt bizonytalanságok, ellentétek pedig jól érezhetőek a választott témán, ám ők is velünk együtt keresik a keresztények egységét, békéjét, mondta Szecsődi Péter katolikus plébános az első este házigazdája. A mottót ezúttal Máté evangéliumából választották ki, miszerint a napkeleti bölcsek elindulnak a csillag vezetésével Betlehembe, hogy megtalálják a megváltót. Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Az első alkalomnak a katolikus iskola ebédlője adott otthont, ám minden este más és más felekezet látja vendégül a híveket. Ezzel is a kölcsönös tiszteletünket és egységünket akarjuk kifejezni, hogy a különféle keresztény felekezetek egyként akarnak imádkozni, és nem egy imaházba vagy templomba, hanem váltakozva, hogy mindenki otthont adjon az imádságnak, és menjen és vegyen is részt rajta, és ezért így végigjárjuk egymás gyülekezetét, és mindenki megy mindenhova, aki tud persze, mert nem mindenki minden alkalomra tud jönni. Az imahét üzenete ebben a járványos időszakban kifejezetten fontos. Bizalmat és biztonságérzetet szeretnének nyújtani a híveknek, de a találkozók elsődleges célja a Krisztusba vetett hit megerősítése. De nem egyénileg csak erősödjünk meg, hanem egymást erősítsük meg, és ez az egység imahét azt a célt tűzi ki maga elé, hogy mi együtt odaállva Isten elé, kérve őt, mindannyian önmagunkat és egymást megerősítsük a kegyelem által, ami Krisztustól árad ki mindegyikünkhöz, hiszen mindegyikünk, ő általa lettünk keresztények, krisztusiak, tehát csak ő tehet bennünket egy, és csak ő adhat erőt nekünk. Ma a református felszegi templom, holnap az evangélikus gyülekezeti ház, csütörtökön ismét a katolikus iskola ebédlője, majd pénteken a református nagy templom gyülekezeti terme ad otthont az eseménynek, ahol a házigazdák mellett minden este más és más igehirdető várja a gyülekezetek tagjait.